Hiszek a változás erejében. Ezzel a hívó gondolattal nyílt meg a Castrum Hotelben Márfi Gabriella és Tomek Noémi közös ihletésű tárlata. 4 évvel ezelőtt a koronavírus járvány kezdetén indult a két alkotó együttműködése. A kiállításán látható 64 festmény megerősítést nyújt alkotónak és képzőművészet barátnak egyaránt, hiszen a festőművész és a mestertréner álomszerű, és mégis nagyon is valóságos egymásra találása meg annyi csoda pillanattal ajándékozott meg bennünket. Maradj otthon időszakban kezdődött ez az egész, és én akkor nagyon bepánikoltam, hogy mi lesz velem, ha otthon kell maradni, és beleszek zárva. És Tomek Noémi minden reggel osztott meg egy pozitív mantrát, amit én minden reggel vártam, hogy az legyen a napom meghatározó gondolata. És jött egy ilyen gondolat, a fiam mondta, hogy ebből az időszakból próbáljak meg valami jót kihozni. Tomek Noémi mestertréner számára is különleges pillanatokat hozott a koronavírus járvány, hiszen egy eddig még soha meg nem élt időszakban nyújtott motivációt az alkotónak, ami aztán Márfi Gabriella alkotásaiban új nézőpontokat nyújtva teljesedett ki. Ez egy nagyon jó és pont időszerű találkozásunk volt ebben a projektben Gabival, mert ő nem volt jól akkor, amikor 4 évvel ezelőtt azt mondták, hogy otthon kell maradni, az ő szabad művész szellemének ez egy nagy nyomás volt. Én pedig akkoriban is az interneten keresztül osztottam meg olyan üzeneteket, amikkel pont az ilyen esetekre szerettem volna segíteni. Összekapcsolódtunk, és bár korábban is már ismertük egymást, és nagyon sokszor támogattuk egymást a saját eszközeinkkel, ez az első közös projektünk, ami most már 4 éve tart. A tárlata nyár végéig látogatható.